nem mondom, hogy mintakert ez a miénk, de hát először próbáljunk már benézni ebbe a fóliába, hogy mik is vannak itt. Hát jó meleg van, az már 100%. Itt szaunázni azért bőven lehet. Hát próbálunk keresni egy paradicsomot, ami már kezd érni. Aha, itt már azért lehet lesz látni. Hát egy júniusban, szóval ez már azért elég jó dolog. Főleg férfiaknak, de nőknek is, tehát a likopén tartalma miatt csodálatos prosztatára, érrendszerre, és mint antioxidáns is csodálatos hatású. Hát itt is, ott is, hogy megbújnak ezek a paradicsomok, ahol is találjunk egyet. Mindjárt ide kukkantunk. Aha, igen. Ott azért már vannak. Hát ezek ilyen paradicsomfák végül is. Ez majdnem olyan magas, mint én. Most már tehát egy olyan 2 méteresre szépen megnőnek. És még itt fönt azért 180 centin azért látjuk a gyümölcsöket. Látjuk, hogy milyen szépek lesznek ezek. Paprikát látunk a másik oldalon. Zellert. Megint egy paprika köteget, csak hát nem igazán lehet látni. De azért csak-csak. Így már jobban. Csodálatos ízük van ezeknek a paprikáknak. Ez a fehér paprika. Hát ez az erős, ennek azért van ereje. Ennek a kicsikének. Az érrendszer takarítására, nagyon tisztítására nagyon jól lehet használni. Itt a karfiolokat látjuk, nagyon egészséges növényke. És az uborka mászik fölfelé, fut fölfelé a hálón. Hát hátul egy kis kararábi. Kimegyünk egy pillantást a komposztálókra. Hú, de jó idő van itt. Na hát nézzük ezt a... Itt vannak ugye a céklák, ami az antioxidáns hatását nem kell elmondani senkinek, hogy milyen jó. Csodálatos petrezselyen mellette, ami akár levesbe és más ételbe is csodálatos. Hát ez a mángold, ez az egyik kedvencem, hatalmas nagy leveleivel. Ez egész sor végül is hasonlít a salátára. Egy olyan picikét húsosabb a levele, nagyon jól lehet szinte harapni. Az érrendszerre, szemekre, fülekre nagyon jó. Tele van karotinoidokkal. Tulajdonképpen több mint a fele van benne, mint a sárgarépába. Itt van mellette rögtön a sárgarépa is. Meg itt a kapor. Egy kis saláta. Hát ebből majd talán paprika lesz valamikor. De átrohanunk. Keresünk egy cukkinit. Ha nem mutatja magát. Ott van. Ott a cukkini. Szép nagy. És ki gondolná, hogy a cukkini, mint a hüvelyesek, az erekre, a lépre
A léple csodálatos. A viszerekre, a gyomorra csodálatos hatású tulajdonképpen, tehát a viszerei vannak, vagy érszűkülete, nagy-nagy sikerrel használhatja. Hát itt ez a tök ültetvény, majd meglátjuk, mi lesz. És természetesen a hagyma, de hát annak a gyulladásgátló hatásáról és a tüdőre gyakorolt hatásáról, tisztító, szárító hatásáról, az ugye biztos, hogy mindenki tud. És természetesen a fokhagyma, nagy nehezen itt a gyom között elveszve.